földi feltételek fölé emelkedve. A legjobb dolog az, hogy valójában a személy az, aki megpróbálja felébreszteni magát, látnia kell, hogy a teste, az állatja hogyan uralkodik fölötte, néha elalszik, fáradtnak érzi magát, vagy csak felkelt, fáradt a munka után, vagy mindenfajta problémái vannak, nehézségei vannak, és akkor elkezd gondolkodni erről a tanulásról, mint hogyha meg kéne oldani mindenfajta problémákat, és azokat azonnal meg kéne oldani, és így tovább, és így tovább, hogy az állat hogyan uralkodik fölötte. Ezek precízen a feltételek, pont ezek a feltételek, ezt nevezük úgy, hogy ez a világ. Ezek a feltételek, ahonnan nekünk fel kell emelkedni e fölé. Engedjük, hogy a fény befolyásoljon minket. Hogyha a személy az egyedül van, akkor a tanulás maga. Egyszerűen csak olvasunk valamit, amikor aktuálisan olvasunk valamit, nem amikor csak elmenekülünk mindenfajta félrevezető dolgokra. Hogyha mi összehúzzuk magunkat, és elkezdünk olvasni, és újra és újra olvassuk a forrásokból, akkor ez eltűnik. Eltűnik a ködösség, a zavarodottság, az mind eltűnik, és akkor ez a fény elkezd befolyásolni minket. Hogyan ébresszük fel magunkat? Ötletek? A legfontosabb dolog az, hogy megpróbáljunk dolgozni a fontosságon, a dolog fontosságán, a cél fontosságán, mivel ez az egész lényeg. Ki az, aki irányít? Az állat irányítja a szívben tartó pontot, vagy a szívben tartó pont uralkodik az állat felett, hogy lovagol az állaton, és itt a személy lehet, hogy nevet magán, de ez is segít, hogy nevetünk magunkon, nevetünk, hogy mennyire erőtlenek vagyunk, ez is segít, hogy kigunyoljuk saját magunkat, vagy hallgatunk valami melódiát, valami dalt, vagy csak akár üres fejjel, egyszerűen csak ugrálunk fel le, hogy ezt Rabas csinálta. Ugrálunk a szobában. Rabas ezt csinálta. Elkezdett táncolni a szoba közepén, amikor elkezdte elveszíteni a kapcsolatot. Csak egyszerűen ugrált, feláll, és elkezdett táncolni. Mindenfajta dolgok, csak hogy felrázzuk magunkat. Fel kell emelnünk a hangulatunkat, ez nagyon fontos, mivel a Tóra az a boldogságon, az a forma azonosságon keresztül kapható meg, amikor a fénnyel forma azonosságba kerülünk, és ahogy felevéreltjük magunkat, a hangulat emelése, a célfontossága, a barátok, akik segítenek kihozni minket ebből a mocsárból, valamilyen módon segítve, hogyha nem ilyen módon, akkor van egy másik stílus, ugyancsak azt mondják, hogy a személynek állandóan fel kell bőszíteni a jó hajlamot a gonosz hajlam felett. Azaz, hogy nekünk úgymond mérgesnek kell lennünk, fölbőszíteni magunkat belül, nem csak egyszerűen, hogy csak erőtlenek legyünk, hanem fel kell bőszítenünk magunkat. De hogyha nem tudjuk ezt egy jó módon, akkor legalább érezzük ezt az összeütközést, ezt a háborút belül. Lehet így is csinálni, meg lehet úgy is csinálni. És ez valóban képes minket felrázni, felkavarni. Tehát lényegében a felébresztés ez mindig egyéni. Várjuk a fényt, miközben olvasunk. A személynek egyszerűen olvasni kell, olvasni és olvasni, ez nagyon fontos. Ez ugyanaz van a más szövegekkel is, de ez kifejezetten a Zohárral kapcsolatban, hogy ugyanaz a levelekkel, a cikkekkel, a bevezetőkkel, minél inkább mi belemerülünk, olvasjuk a forrásokat, engedjük, hogy ez az anyag átfolyjon rajtunk, akkor ez működik, akkor ez benyomásokat hagy, megtisztít minket, felkavar minket, átváltoztat minket, ez működik. Amit az értelem nem tesz meg, azt az idő megteszi. És a Zohár az különlegesen erőteljes ebben a szempontból, mivel az összes többi dolog, az nagyon sok intellektuális koncepciót tartalmaz, logikát látszólag, mindenfajta kapcsolatokat, és bár ezek a dolgok lehet, hogy léteznek az Zohárban, ugyancsak mégis egyszerűen csak engednünk kell, hogy ez átfolyjon rajtunk. Például mondjuk azt, hogy én csak befejeztem, hogy olvastam egy levelet, a 274-es pontot, és most a 275-ös ponton vagyok. Én nem is akarok emlékezni a 274-esre, ennyi, nem érdekel, mi volt előzőleg. Hogyha elolvastam, ennyi, megtörtént. De hogy én azt olvasom, hogy olvasom, mint egy infúziót, azt akarom, hogy érezzem, hogy átfolyik rajtam, mint hogyha vizet innék, vagy az infúzió átfolyna rajtam. Én benne akarom foglaltatni magam abban,
van, és integrálódni akarok benne, azt akarom, hogy átmosson, azt akarom, hogy magáévá tegyen, azt akarom, hogy beteljesítse az összes sejtemet. Ez a várakozásom, ez az, ahogy a szövegekhez kell hozzájunk.